2015-ben a gazdaság lényegében a hitelezés felfutása nélkül bővült, elsősorban az uniós források felhasználása és az autóipar járult hozzá a GDP növekedéséhez. A hazai vezető kereskedelmi bankok elemzéseiből ez derül ki. A hitelezés bővülése a hazai gazdaságot élénkítheti, sőt kell a hitelezés a gazdasági növekedéshez. Az elemzők a lakáshitelek piacán várnak elmozdulást. A tavalyi év végére a gazdasági növekedés 2,3% volt, növekedett, ám az utóbbi évek gazdasági nehézségeinek egy máig tartó negatív hatása a lakosság és a vállalati hitelezés számának a visszaesése. Elsősorban a kereslet hiánya miatt nem pörög a hitelezés. A kereskedelmi bankok éppen ezért folyamatos portfólió bővítésen is változásokon gondolkodnak, mind a lakossági, mind pedig a vállalati hitelezésben. A Magyar Bankszövetség lehetőséget lát arra, hogy 2016-ban a lakossági hitelállomány növekedjen. Ugyanakkor a vállalati hitelezésnél már azt is eredménynek tartanák a bankok, ha a 2015-ös szinten maradna a hitelállomány kihelyezés. Napjainkban a magyarországi vállalati szektor hiteleinek csak 40%-át nyújtják a hazai pénzintézetek. A hitelek 25%-át nyugat-európai bankok adják, a vállalatok fejlesztéseik, beruházásaik 35%-át saját pénzügyi forrásaiból oldják meg. A hitelezés fokozott élénkülésére lenne szükség ahhoz, hogy a magyar gazdaság versenyezni tudjon a régiós tagországokkal. Már 2015-ben érezhető volt a lakások iránti megnövekedett kereslet, ez év januárjától pedig a lakossági hitelezésben a csokos lakáshitelek forgalmának növekedését várják a pénzintézetek. A témát folytatjuk itt a stúdióban Gerhes Miklós közgazdásszal. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Most már arra nézhetünk rá, hogy a hitelek piacán a lakás hitelek felfutása mikor és hogyan várható, hiszen ahogyan említettem az előző két bejátszásban, január végén, február végén már megnövekedett a pénzintézeteknél a kereslet, vagy legalábbis az érdeklődés, és főleg a lakás hitelek piacán. Hogyha ránézünk erre a folyamatra, ebből egyenes arányban következik, vagy következhet-e az, hogy valami elmozdulás várható a lakossági hitelezésben? Minden bizonnyal várható. Egyébként a tavaly évvégi adatok, főleg Budapesten azt mutatták, hogy a lakások ára emelkedett, hát a lakások iránti kereslet jelentősen megnőtt, bár ez az új támogatási rendszer nem éppen a budapesti drágább lakásokat fogja érinteni, de ez a új helyzet, ez a támogatási rendszer minden bizonnyal elmozdul abba az irányba, hogy a bankok sokkal több hitelt fognak majd kibocsájtani, hiszen ez a 10 millió úgynevezett visszanemtérítendő támogatás, ez már olyan alapot jelent egy lakásvásárlásnál, ahol még egy kicsi saját erőt hozzátesznek, és ez a kicsi saját erő lehet bankhitel is. Tehát nem feltétlenül kell a családnak a zsebébe nyúlni, nem kell a fiókokból előhozni a pénzt, hanem egy 13-14 millió értékű lakásnál a bank a saját erőt is meghitelezi. Bár ismerni kell majd a hogyan lépnek a bankok a feltételekkel. Igen, azért fogalmazunk óvatosan, mert ez az időszak, ez a január, illetve hát még a február is tulajdonképpen csak a tapogatózás és az érdeklődés a piacon, így fogalmaznak a pénzintézetek is, hiszen a rendeletek, szabályok még minden nap formálódnak, vagy napról napra formálódnak. És emlékszem, hogy másfél évvel ezelőtt, amikor tanár úrral beszélgettünk a devizahitelesek mentésénél, akkor még az volt a probléma, és az volt a gond a hitelezésnél, hogy egy bizalmi válságban voltak, és főleg a lakossági hitelezők a bankokkal szemben, a pénzintézetekkel szemben. Az, hogy most egy ilyen nagy részt vállal az állam, megváltozhat-e az attitűd ön szerint? Minden bizonnyal megváltozik, hiszen alapvetően más a helyzet. Ugye azt a mai napig vitatják, bár szerintem nem annyira vitakérdés, hogy akkor, amikor a bankok kihelyezték ezeket a hiteleket, akkor ők forintot adtak, forint hiteleket adtak ki, és ugye a nagy kérdés, hogy volt-e nekik devizafedezetük erre. De hát ezen már azt hiszem, hogy túl van a gazdaság is. Azt mindenképpen azért el kell mondani, hogy Európában három országot érintett igazából ez a deviza probléma. Németországot, Ausztriát és Magyarországot. Németország és Ausztria esetében nem volt probléma, hiszen euró, sőt akkor még a küszöbindex létezett, akkor számukra ez nem jelentett semmilyen problémát. A magyar lakosság számára jelentett nagy problémát, hiszen
akkor, mint tudjuk, devizában számoltak, és forintban fizették vissza, árfolyam változások miatt jóval többet kellett fizetni. Most viszont nem ilyen jellegű hitelek lesznek, hanem forint hitel, tehát viszonylag azt mondom, hogy rövid távon, középtávon sokkal biztonságosabb lehet a lakosság számára. A lakossági hitelek fellendülésével hogyan növekedhet a gazdaság? A gazdaság növekedése ugye attól függ, hogy a beruházások és a fogyasztás az hogyan változik. Itt egyértelmű, hogy az építkezések kapcsán a lakossági beruházások, fogyasztások növekedni fognak. Jelentősen növekszik. Ezen a területen érdekelt szakterületek, mint az építőipar, mindenképpen növelni fogja a teljesítményét. Az építőipar a GDP termelésben kb. 5%-nyi nagyságrendet képvisel. Ehhez kapcsolódik még az építő anyaggyártó iparág, itt a kerámia, a padlóborkolók, a kazán, és így tovább a központi fűtések. Itt mindenképpen jelentősebben, tehát 5%-tól biztos, hogy jóval nagyobb részt fog viselni a építőipar, és az építő anyagipar is hasonló nagyságrendben növekedni fog. Ez pedig mindenellett még azt is jelenti, hogy ezekben az ágazatokban növekszik majd a foglalkoztatottság, fölvesznek új munkaerőket, tehát elmondhatjuk azt, hogy egy konjunkturális helyzet alakulhat ki ebben az évben ennek a rendeletnek a kapcsán. Egyrészt az építőipari áfa csökkentésre gondolunk, másrészt pedig a lakás hitelezés fellendülésére, tehát a kettőt együtt elemezzük most. Milyen hitelezési szint tartható fönn ön szerint? Nagyságrendben én azt gondolom, hogy bár ezt nehéz most megjósolni, és itt még az értékhatárok is még képlékenyek, hogy milyen értékhatár között mozognak, de úgy gondolom, hogy majd a leendő igénylők egy olyan 15 milliós nagyságrendű, mondjuk 15-20 milliós nagyságrendű lakást szeretnének majd vásárolni. Ez pedig azt jelenti, hogy ehhez megkapják a 10 millió visszanemtérítendőt, tehát egy 5 milliónak az 1 millió az áfája, amit szintén visszaigényelhet, hogy visszakapja, tehát tulajdonképpen 11 milliót kap az, aki ezt igényel, ezt a támogatást. És hát tehát én azt gondolom, hogy egy 15-20 milliós szint körül mozog majd az igénylés. Ez pedig én úgy gondolom, hogy a bankok részéről is könnyítést jelenthet, hiszen számukra már rögtön azzal indul az egész dolog, hogy a lakosság 11 millió önerőt vitt az építkezésbe, és ebbe a hitelakcióba. Tehát ha arra gondolunk, hogy most menjünk fel 20 millióig, 11 millió, tehát több mint 50% úgynevezett saját erő van. Ugye itt arról beszélünk, hogy saját erő, de mégsem saját erő. Állami támogatás. De a lakosság ezt így kezelheti. Vagy ha valaki még egy 3, 4 vagy 5 milliót hozzá tud tenni, akkor ez esetleg fölmehet egy 25 milliós szintig is. Ez pedig már azt hiszem, hogy egy komoly megoldást jelent a lakás problémákhoz. Arról nem is beszélve, hogyha a lakosság körülnéz, hogy milyen lehetőségek vannak az építőiparban. Tehát most a könnyűszerkezetes, a különböző nagyon jó hőszigeteléssel bíró lakásokat építenek. 8 hét alatt felépítenek lakásokat, nagyon jó lakásokat. Ha alaposan körülnéznek, akkor azt hiszem, hogy a megoldást megtalálják. Ilyen mértékű állami támogatás mellett, vagy önerő mellett, mert hogy ehhez még egyébként önerőt is lehet hozzátenni, saját önerőt a családok részéről, a bankok jóval kevesebb és kisebb kockázatot vállalnak, mindamellett, hogy a hitelfékrendszere is működik természetesen. Így van, jelentősen többen, hiszen a korábbi gyakorlatban, ha vegyünk egy 10 milliós ingatlanvásárlást, akkor
a felértékelt 10 milliós ingatlanra a bank azt mondta, hogy 8 millióban fogadja el az értéket, hiszen ez az úgynevezett menekülési érték. Tehát, hogyha valami baj van, akkor a bank 8 millióért hát, ha eladja. És ennek adta ő a 40-50%-át. Tehát egy 10 milliós hitel esetében korábban egy olyan 4 millió hitelt adott. 4-5 millió maximum. Tehát itt a mai helyzetben, itt sokkal kedvezőbb ez az arány, a bank sokkal kisebb kockázatot fog vállalni. És itt már valóban van tétje a lakosság részéről, van tét, hiszen biztos, hogy nem fogja elpazarolni és nem fogja eltékozolni a lakását. Mint ugye Amerikában, ahonnan indult ez a klasszikus válság, a probléma ott volt, hogy nulla erővel léptek be a lakosok. A bank 100%-ban finanszírozta a lakásokat. Tehát ettől a magyar bankrendszer jóval messzebb van. Tehát ez nem fog előfordulni. No, hát ennek sikere nagyban múlik a pénzügyi közvetítésen és annak stílusán, metodikáján. Köszönjük szépen, tanár úr, hogy itt volt nálunk.